Sziasztok! Én Tolnai Gábor vagyok, az ELTE Társadalom és Gazdaság földrajzi tanszékéről. Telbiz Tamás tanár úr előadásának folytatása kép, most a társadalom földrajzi terep gyakorlatokról fogok nektek dióhéjban mesélni. Mint hallhattátok, Telbiztanár úrtól, vannak évközi terepgyakorlataink, és vannak hosszabb, messzebbre utazós nyári terepgyakorlataink. Először az évközi év terepgyakorlatokról mutatnék nektek egy-két egy fényképet, megmutatva, hogy milyen helyszíneken járunk, és mi mindent nézünk meg ezeken a helyszíneken. Mint azt talán sejthető, egy társadalom, főleg gazdaságföldrajzi terepgyakorlatnak kiemelt helyszínei lesznek a különböző üzemek. Így az üzemlátogatások keretében eljutottunk már hőerőművektől kezdve szennyvíztisztító telepeken át, akár kerékpár összeszerelő üzemekig is. Ezeken a helyszíneken azért járunk, hogy megnézhessék a hallgatók azt, amit esetleg létesítményeket csak a földrajztankönyvekből ismerhetnének, itt viszont a valóságban is láthatják őket. Illetve azt, hogy ezek az üzemek létesítmények hogyan reagálnak a XXI. század kihívásaira környezeti gazdasági kérdések tekintetében. Ugyanígy a különböző városföldrajzi sétáink is jellemzően részét képzik az évközi terepgyakorlatainknak. Itt oktatóink, vagy pedig helyi szakemberek segítségével ismerkedünk meg a város történetével, a város szerkezetének kialakulásával, társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Legyen szó a sok évszázados múltra visszatekintő Esztergomról, vagy éppen az évszázados múltúnak még nem tekinthető Dunaújvárosról de nem csak a városok egészéről próbálunk képet adni a hallgatóinknak, hallgatóinknak hanem bele, -bele a város egy-egy különleges helyszínébe, és ott lokális különböző társadalmi-gazdasági konfliktusoknak, térhasználatbeli érdekességeknek járunk utána. Így jutottunk el a kínai, hát nem kínai városig, csak a budapesti kínai kolónia egyik központjáig, a Kőbányai úton található Ganzmávag, egykori ganzmávak telepig, ahol az itteni közösség ö, mindennapjaival ismerkedtünk meg, illetve a képen láthat, a, láthattok még a képen a középső Józsefvárosból is felvételeket, ahol pedig azt néztük, hogy a város rehabilitáció keretében hogyan tűnnek el korábbi történeti városrészek, és hogyan jelennek meg új 21. századi építmények. Ennek városképi szemponton túl azért is nagyon fontos hatásai vannak, mert mint sejthetitek, a lakosság is kicserélődik ezzel, tehát társadalmi konfliktusokkal is találkoztunk ezeken a helyszíneken. Az évközi terepgyakorlatok, amelyek inkább tanulmányi kirándulásokra hasonlítanak, ezek mellett vannak más jellegű terepbejárós adatfelvétellel fűszerezett terepgyakorlataink is. Egy ilyen volt például néhány évvel ezelőtt a Csepelművek területének alapos felmérése, ahol az épületállománytól kezdve a jelenlevő gazdasági szereplők kapcsolataik, háló, hálózataig sok mindent föltártunk, egy egész héten keresztül a júliusi 35 fokos kánikulában járták szorgalmas hallgatóink a, a csepelművek nem mindig barátságos környezetét. Ez a felmérés a Kortárs Építészeti Központtal együttműködésben történt, és az adatok nem az asztalfiók számára készültek, hanem a kék, a Kortárs Építészeti Központ egy színvonalas kiállítást is rendezett a csepelművekről, ahol az egyik legnépszerűbb látványosság a csepelművek legóból felépített makettje volt, de ezen kívül persze számos érdekességet tudhattak meg a látogatók a művek múltjáról és jelenéről. Közöttük a hallgatóink által készített adatfelvételnek, a térképi vizuális megjelenítését is. Ennek a sikeres projektnek a folytatásaként a Kék újabban az újbudai kulturális és kreatív ipari szereplők térbeliségét vizsgálja, ebbe is bekapcsolódtunk terepgyakorlataink keretében, és például szakdolgozat is született ebben a témában, web, web térképen jelenítette meg egy, egyik hallgatónk a felmérések eredményeit. Egyébként ez a kutatás jelenleg is folyamatban van, most a múlt nyáron is hallgatóink egy csoportja Újbuda egykori ipari területeit mérte föl, ilyen, ilyen szemmel bejárva a területet. Beszéltem már nektek az évközi terepgyakorlatokról az adatgyűjtős terepgyakorlatokról, és a harmadik, amiről még szeretnék nektek mesélni, azok a komplex nyári terepgyakorlatok, amikor kicsit távolabbra utazunk, és egyszerre természet és földrajzi jelenségeket vizsgálunk meg. Az utóbbi néhány év egy-két ilyen komplex terepgyakorlatáról villantok majd föl nektek képeket. Először a 2019 nyarán a Berek Szászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával közösen az ő hallgatóik és az ELTE hallgatói által közösen végzett kárpátaljai terep gyakorlatról láthattok itt egy-két képet, ahol kárpátalja természeti kincsei mellett a magyar történelem és kultúra számára fontos helyszíneket jártuk be alapvetően, de nyitottan egyéb nemzetiségek, például a ruszinok kulturális emlékeire is. 2020-ban kicsit korlátozta a lehetőségeinket a Covid, így az ország határ éppen csak a közelébe jutottunk el, alapvetően hazánk területén maradtunk, egy kicsit áttekintve a felvidék területére is. A Borsodabúj Zemplén megye periferiális térségeiben tettünk egy, egy látogatást. Itt természetesen az akteleki karsz környékén adja magát, hogy természetföldrajzi szempontból a karsztos formákon volt hangsúly, de nem csak ezeken, hiszen például Rudabányán is jártunk. Viszont ezek a térségek nem csak természetföldrajzi szempontból fontosak, hanem mint ilyen periférián levő határmenti térségek társadalmi kihívásokkal is szembesülnek. Vizsgáltuk egyrészt, hogy az itteni uh, szebb napokat látott városok jelenleg milyen helyzetben vannak, milyen lehetőségeik vannak. Voltunk például Ózdon, ahol uh, úgy képzeljétek el, hogy a város uh, közepén gyakorlatilag egy seppként tátong az egykori óz, ózdikóházati üzemek uh, területe, ami egykor a város szíveként dobogott, ma romos vagy éppen üres terület, ezt jártuk be, illetve mutatták meg számunkra helyi szakemberek, hogy az erőmű felújításával hogyan jött létre itt egy digitális erőmű, ami a digitális kultúra otthona lett, egy multifunkcionális rendezvénytér. Ezen kívül pedig a városnak olyan társadalmi problémával sújtott város részeiben is jártunk, ahova talán még az átlagos diák sem ö, szívesen mennek be. A hallgatóink számára nagyon tanulságos volt ö, látni, ezeket a városrészeket, és hallani arról, hogy milyen lehetőségek vannak az itt élő emberek számára. A nem túl messze található az barcikára is elmentünk, itt más, ut más utat választott a város, hogy lerázza magáról a szürke iparváros képét, ezért a Color City mozgalmat indították el, különböző művészek festik színesre a társasházak falait, illetve egy rendezvénycsorozat, a Color Fest is kapcsolódik a város nevéhez, erről hallhattunk részletesen ottani szakemberektől. Nem csak városok, hanem falvak is érdekelnek minket társadalomföldrajzosként. Így olyan határmenti falvakba is eljutottunk, ahol 15 fős csoportunk látogatásával mondjuk úgy, hogy megkétszereződött a falu népessége. Tehát olyan, olyan falvakra gondoljatok, ahol 10-20 általában nyugdíjas korú idős ember lakik már csak. Ezeknek a falvaknak a, a polgármestereivel beszélgettünk arról, hogy hogy van-e egyáltalán ezeknek a falvaknak jövője, milyen lehetőségek nyílnak akár a falusi turizmus keretében, akár különböző speciális ö, rendezvények, vagy épp gyümölcsösök, levendulások telepítése keretében illetve meséltek arról is, hogy a hétköznapok milyenek, tehát a közmunkaprogram, a megélhetés biztosítása a lakosság számára milyen nehézségeket jelent. A egy kicsit nagyobb településen, egy pár száz fős településen például egy a helyi gazdaság egyik motorjának számító sajtüzemet is meglátogattunk, illetve élveztük a helyiek gazdag vendég szeretetét. Utolsóként pedig a tavalyi kicsit távolabbra elutazós terepgyakorlatunkról mesélnék még egy-két gondolatot. A Duna Deltába jutottunk el, ez is egy komplex terepgyakorlat volt. Ez a körülbelül egy kisebb, magyarországi, kisebb magyarországi megyényi terület, nagyon gazdag élővilággal rendelkezik, Európa egyik legritkábban lakott területe, a népsűrűsége körülbelül két fő per négyzetkilométerre adódik, ennek köszönhetően a természeti értékek Szinte érintetlenek. Nem véletlen, hogy volt egy, egy ilyen hangsúlya is a, a terepgyakorlatunknak, biogeográfiai, madártani oldala is volt ennek a, a terepgyakorlatnak, illetve a szó eset környezetvédelmi kérdésekről, is, mert az egész Duna-Delta az UNESCO világörökség része, ennek a, a kérdéseiről is beszélgettünk. Természetesen a Delta kialakulása, formálódása kapcsán nem lehetett kihagyni, hogy geomorfológia is kerüljön a terepgyakorlatba. Térképeken és terepi bejárásokon keresztül is megvizsgáltuk, hogy hogyan alakította a Duna ezt a delta területet. Ezek voltak a természeti oldalai látogatásunknak, ugyanakkor ennek a különleges területnek a társadalom földrajza is nagyon izgalmas. Nagyon ritkán lakott terület, kevesebb mint 20 ezer ember lakik ezen a, a majd 4000 négyzetkilométeres területen, viszont több, több mint 10 szám szerint 14 nemzetiség ből adódik össze az itteni népesség, tehát nagyon sok színű a lakossága, és mivel elzárt területről van szó, ha nem is érintetlenek a kultúrájuk, de elég sok tekintetben a hagyományos életmódjuk, építészetük a mai napig vizsgálható. Erre volt lehetősége a hallgatóinknak is, a terepgyakorlatos csoportnak, amikor ezeket a falvakat jártuk be, és itteni emberekkel is találkoztunk. Ezen kívül pedig különös figyelemmel voltunk Szulina városra, ami a terepgyakorlatnak a bázisa is volt. Ez a ma álmos kis 3-4 ezer fős település valaha egy sokkal jelentősebb, kikötőváros volt. 1856-ban a Nemzetközi Dunabizottság megalapításakor itt egy székházat és egy világítótornyat is építettek, ha olyan jelentőségű nem is volt a tengeri hajózás szempontjából, mint mondjuk Gibraltár, de akkor a mai nál egy sokkal komolyabb geopolitikai jelentőséggel bíró város volt. Kerem Kereskedelmi élettel, hajótársaságok jelenlétével, ahogy ezt a képen látható képeslapok is sugalják. Ennek a nyomait is vizsgáltuk, egyrészt a Nemzetközi Dunabizottság épületeinek megtekintésével, másrészt a város utcáin bóklászva, és az egykori hangulatot megpróbálva utolérni, akár az utcákon, akár helytörténeti múzeumokban, valamint olyan elsőre, talán eszünkbe sem jutó lehetőségeken keresztül, mint például a különböző vallási közösségeknek a templomainak a megtekintésével. Nagyon sokat elárul arról, hogy mekkora temploma van egy közösségnek, és a napjainkban milyen állapotban látható. Ennél is meglepőbb, a hallgatóink számára is meglepő helyszín volt, amikor a városka temetőébe is ellátogattunk. A temető mesél a város történetéről, az angol szerelmes pártól kezdve a holland hajós kapitányon át, a török kereskedőig sok-sok nációból származó ember sírja megtalálható a temetőben, és nem csak a sírok, hanem röviden leírva az is, hogy hogyan kerültek a városba, és miben haltak meg. Ebből tehát láthatjuk, hogy mondjuk a század forduló 20. század elején milyen volt az élet a Szulinában, mint kikötővárosban. Érdekességként említem meg, hogy Európa egyetlen kalóz sírja is itt található. Ugye kalózoknak általában nem szokott sírja lenni, ezt látjátok a kép jobb oldalán, de ez egy jó fej kalóz volt, a legendák szerint olyasmi, mint Robin Hood segített a szegény embereknek. Hogy így volt-e, nem tudjuk, de egy érdekességként megtekinthető a sírja a temetőben. Maga a város, Szulina, ma már a tengerparttól odébb található, mint egy két kilométerre. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy mint minden rendes folyó delta esetében, a Duna delta esetében is, a folyó betöltő munkájának következtében egyre távolabb és távolabb kerül a delta végpontja, de természetesen az emberi beavatkozás, a hajózás lehetővé tétele is jelentősen formálta az elmúlt másfél évszázadban ezt a területet. Minden esetre ma Szulina már nem a tengerparton található, ezért e, tapasztalati úton is természetesen meg kellett néznünk, hogy milyen messze is található a tengerpart ma a várostól, és ha már ott jártunk, megnéztük, ki is használtuk ezt a lehetőséget, bár a plázson első pillanatban meglepő közönségbe ütköztünk, de mint kiderült, a békesség az teljes ezen a fürdő területen is. Amint ebből az utolsó diából láthatjátok, a terepgyakorlatok, a terepi tudásszerzés mellett a közösségi élmények megélésének is fontos helyszínei. Minden földrajzos hallgató számára amikor már végzett tanulmányaival, általában az elsők között, emléke, elsők között említett emlékek között vannak ott a, a terepgyakorlatos emlékek. Mert a, annyi, a, annyiféle jó dolog történik azon kívül, hogy a, a, tananyagot kiegészítjük a helyszínen. Ha tehát földkeltette az érdeklődéseket, ez a sokféle terepgyakorlati lehetőség, akkor gyertek földrajz BSC-re, és használjátok ki ti is ezeket a terepgyakorlati lehetőségeket. Köszönöm szépen a figyelmeteket!